bikini új bőrtopámban. Nem mutatok ostobán, ha van hozzávaló. Na már meg egy pár új gönc. Így jó, jó hát. Húzzunk fel még egy gardrop szobát. Nem fér el több ridikül. Egy rúzs, két rúzs, meg a huszadik túl kevés. Egy konyha és. Na meg itt van két bankkártya és. Túlélésre mindig kész. Egy rendes nő minden terhet elbír. Pont mit? Egy ridikül. Kellemes kora estét kívánok Önöknek! Ez a Ridikül, napi női talkshow a Dunán minden hétköznap, de nem csak nőknek. Mai témánk: barangolás az agyféltekéink között. Beszélgető társaink: Dorogi Andrea, a Waldor Art rajz és festőiskola alapítója. A jobb agyféltekés rajzolás nem a kézügyesség fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, hanem a látásmód formálására. Saját kutatásaik szerint rajzolás közben olyan agyi folyamatok zajlanak, amelyek összehangolják a két agyféltekét. Professzor dr. Bagdi Emőke, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, szupervájzor, a pszichológia tudomány kandidátusa. Úgy véli, manapság a mindennapi életben leginkább a racionális, bal agyféltekénk van igénybe véve, ezért rendkívül fontos lenne már a kisgyermekeknek is megtanítani az érzelmek tudatosítását. Érzelmek nélkül ugyanis nem tud harmóniában lenni a két agyfélteke. Kis Erzsébet, a Magyarországi Balkezesek Egyesületének elnöke. Az a tapasztalata, hogy a kézhasználat nagy hatással van a gondolkodásmódra. Kérje kétkezes, aki gond nélkül képes átkapcsolni egyik oldalról a másikra, neki pedig balkezesként nagy kreativitásra van szüksége egy jobbkezes világban. A beszélgetést vezeti, ahogy mindig, Diósi Klári. Kiderült kisfiáról, hogy balkezes, és az is, hogy bal agyféltekés gondolkodása van, szóval mérnöki precizitással és alapossággal áll mindenhez. Hölgyeim, parancsoljanak! Jó napot kívánok, szép délutánt kívánok mindenkinek. Sokszor halljuk azt, hogy a jobb agyfélteke az az érzelmekért felelős, a bal agyfélteke pedig a racionális oldalunkat erősíti. De én azt hiszem, hogy ezek együtt hatnak a személyiségünkre, meg hát az érzelmi életünkre, ezért is fontos, hogy ezek harmóniában legyenek egymással. Már csak azért is, mert ha az egyiket fejlesztjük, akkor az hatással van a másikra is. Úgyhogy jó, hogyha erről kicsit tudatosabban gondolkodunk, mint ma itt a Ridikül műsorban. Szóval én nagyon röviden fogalmaztam meg Emőke, most rád néz, hogy igazából mi miért felel, azért ez ennél sokkal összetettebb, ugye? Ez a dolog, hát, hogy melyik agyfélteke miért is felel? Így van, az elmeműködés szintjén érdemes nekünk személyiséggel rendelkező lényeknek a kérdést megközelíteni, mert igaz, hogy van ennek fiziológiai oldala, meg mozgásosság, meg hasonló, de az, hogy mit jelent az, hogy van két agyfélteke, amely egy össze van kötve egy pályarendszerrel, és itt kell elmondanom, hogy férfiaknál ez a pályarendszer néhány sávval kevesebb, mint nekünk. Nekünk nagyon szabad az átjárás a érzelmi agyunk és a racionális agyunk között. Ugye mit csinál a racionális agy? Ír, olvas, számol, beszél, időfogalma van, benn van az időben, nyitott szem, éber tudat, kifelé irányuló figyelem. Most átmegyünk a jobb agyféltekében, nagyon szereti, hogyha ha egy kicsit ráfigyelünk, vagyis az a kedvenc működési módja, hogyha picikét vagy meditálunk, vagy magunkba fordulunk, magunkban nézünk, introverzív, az érzelmi agy képekbe gondolkodik, nem tud beszélni, nincs időfogalma, abszolút csak úgy rak el emlékeket, képzeljük el, mint mi vasalás után a férfingeket, hogy ezek ide, oda, és így az azonos érzelmi jelentés alapján raktározzák el az élményeket, így keletkeznek a szimbólumok, amik végtelen jelentésűek. Na most hát nekünk miért számít ez? Mert az, ami az érzelmi életünk, hogy a motiváció, hogy kedünk van valamihez, hogy élvezünk valamit, látunk, hallunk, szaglunk, tapintunk, ezek az érzékletek mind az érzelmi agynak a tároló medencéjébe mennek úgy, hogy persze a neve itt van, elmondani úgy tudjuk, hogy a bal agyfélteke abszolút jó kapcsolatban van a jobbal. Jaj, nekünk, ha nincs jó kapcsolat, az már nagyon problémás. De az már a klinikum területe, hogyha összevész a két agyfélteke, és most ezt idézőjelbe téve mondom. Nekünk azért fontosak a képek, mert képekkel álmodunk, és az imágó a kép, ugye imaginálni, elképzelni valamit. A tudásunk mai szintjén a legfejlettebb kognitív pszichológiai kutatás azt igazolja, hogy mi nem a valósághoz igazodunk, hanem ahhoz, ami a fejünkben van a valóságról. Márpedig ezt az érzelmi állapotunk döntő módon meghatározza. Csak akkor ez tényleg egyre jobban érzem.
Pedig hát majd most fogom én is ebbe belásni magam, főleg, hogy iskola előtt állunk, és a kisfiamnak is nézték, és hogy elhangzott itt a műsor elején, hogy balkezes, én erről nem tudtam sok mindent, a férjem révén családilag öröklődik Erzsébet ez a dolog, biztos meg is tudod erősíteni, hogy ilyen létezik. De amikor elvittük egy vizsgálatra, és akkor kiderült, hogy de neki agyféltek, és akkor hozzátette ott a hölgy is, hogy pedig hát, ugye nem biztos, hogy tudományosan megalapozott, ezt nem tudom, de hogy sokszor inkább a jobb agyféltekével kötik össze. Tehát maga a kézügyességünk, a kézhasználatunk az mennyire befolyásolja ezt, hogyha már balkezes vagy? Azt szokták mondani, hogy a balkezeseknek a jobb agyféltek félik a erősebb, domináns, az erősebb félteke, de vannak ezek szerint akkor másik oldalak sok is. Sőt, ha saját példámmal mondom, az egyik balkezes fiam például a Műegyetemre informatika szakra jár. Na hát ilyesmit látok én, ezt a mérleget, de hát apuka is ilyen, a férjem is ilyen, úgyhogy szerintem alapvetően tőle jön az a dolog. Andrea, miért hívják az iskolát jobb agyféltekés, úgymond rajzoló iskolának, ha így fogalmazhatok? A jobb agyféltekés rajzolás módszert még 1979-ben Betty Edwards hozta létre, és egyébként onnan van az elnevezés, hogy akkor tájt volt egy Sperry nevű pszichológus, aki elkezdte kutatni a jobb és a bal agyfélteke működését, és ugye akkor került napvilágra ez, hogy a jobb agyfélteke felelős a vizualitásért, hozzátartozik a kreativitás, a rajzolás, és így lett elnevezve a módszer, hogy jobb agyféltekés rajzolás. De mi azóta a férjemmel csináltunk egy kísérletet, lemértük az agyműködésünket rajzolás közben egy ilyen EEG-vel. Tehát, hogy a rajzolás hogyan tudja megváltoztatni akár az agyműködést? Igen, erre voltunk kíváncsiak, hogy valóban jobb agyféltekése, és hogy, tehát, hogy van egy jobb agyféltekés dominancia akkor, amikor rajzolunk, illetve hogy van-e bármilyen változás az agyműködésben akkor, amikor rajzolunk. És három tevékenységet hasonlítottunk össze. Az egyik az volt, hogy számítógépen dolgoztunk, tehát munkát végeztünk, Excel táblát töltöttem ki konkrétan. Volt egy másik, amikor ugyanúgy szórakozást volt, tehát olvastunk egy számunkra szórakoztató irodalmat, én egy romantikus lányregényt. És volt a harmadik tevékenység, a rajzolás. És úgy volt a kísérlet, hogy egy ilyen 12 csatornán keresztül mértük az agyhullámokat, föl voltak rakva ilyen elektródák a fejünkre. Négy eltérést találtunk, akkor, amikor rajzolunk, hogy milyen működés van, és mind a négy olyan eltérés volt, ami sem munkavégzés, sem olvasás közben nem jött elő. Kettő volt olyan, ami alfa agyhullámokat generált az agyban. Az egyik itt elől, a homloklebenynél, a másik pedig valahol itt, a nem tudom milyen területen, ott, igen. És ez pont arra utalt, aki segített nekünk, egy orvos, pszichoterapeuta, dr. Sinkovics Péter volt, és ő mondta azt, hogy ez arra utal, hogy egyrészt ez az agyműködés felel a testérzetekért, tehát hogy rajzolás közben a testérzet egy kicsit ellazultabb állapotba kerül, illetve ami itt mértünk pontokat, ez pedig a szociális viselkedésünkért felel, és hogy a rajzolás közben úgy nem akarunk annyira megfelelni a külvilágnak, a külzelvárásoknak, igen. Tehát volt egy ilyen ellazult tudatállapot rajzolás közben, és látszólag ellentétesnek hat, amikor azt mondom, hogy ugyanakkor meg fokozódott a koncentráció, mert volt egy erős béta agyhullám erősödés is. És ami a legigazán szerintem az egész kísérletnek a lényege és a legfontosabb dolog, az az, hogy összehangolódik a két agyfélteke. Na ugye, és itt a lényeg emlőket. Csak hogyha arra gondolok ebben az egészben, ugye egy kisgyereknek a növekedésével, hogy vajon változik, hogy mikor melyik dominánsabb? Ugye ha arra gondolok, hogy énekelünk neki, rajzolni tanítjuk, az érzelmi fejlődése mennyire fontos, abban a meghatározó mondjuk kulcs három évben, akkor én arra tudok gondolni, hogy kezdetekben mégiscsak az a jobb,
És akkor utána ez változik, vagy kialakul? Hát az a nagyon izgalmas dolog, hogy kezdetben a megszületésünk után 5 éves korunkig dominálóan a jobb agyfélteke működik mindnyájunknál. Miért? Mert még a beszéd meg a differenciált műveletekre nem képes az agy, mert a bal agyféltek a racionális tudat még lassan úgy fejlődik, hogy képzeljük el, hogy azok a csatornák, ugye, amiken mennek az információk, velősüvelyesednek, vagyis kell, hogy tokjuk legyen, hogy egymástól el legyenek választva, és 5-6 éves korban jön be az a racionális kisokos működés. Azért ugye iskolai érettség vizsgálatnál azért csináljuk azt, hogy a legkülönbözőbb műveletek, hogy sormintát tud-e rajzolni, hogy a órát ismeri-e, ugye időfogalma csak a balagyféltekének van. Na, érette már a gyerekünk, hogy beiskolázzuk őket. És ugye az, amiről beszéltél, ez a látás, de minden érzékszervi csatorna, hát hihetetlen rengeteg információt vesz föl. És hát úgy gondoljuk el, hogy annyi, de annyi emlékkép tárolódik bennünk, aminek még lassacskán lesz csak neve az idők során, de 5-6 éves korra érjük el, mert addig ugye aktuálisan be villan ugye a balagyfélteke, amennyire már vannak szavaink is a dolgokra, meg beszélni tudunk, de még a jelentés maga, az egy nagyon tiszta balagyféltekés dolog, hogy értjük a dolgokat, az az egyértelműsége, hogy ezt jelenti, ez a szó arra alkalmazható. Az akkorra alakul ki ez a képesség, mire a balagyfélteke működésbe lép. Onnan kezdve van ez a bizonyos. Azért volt, hogy te azt tapasztaltad, hogy ugye, hogy mindkét agyfélteke működése lényegében. Egy évig vagy, például váltott kézzel, jobb kéz, bal kéz. Hát ugye kereszteződnek a pályák, szóval én csak azt tartom fontosnak, mint született balkezes, és átszoktatott balkezes. Na. És nagyon sok tapasztalattal rendelkezem, hogy a beszédközpont ilyenkor áttolódik a jobb oldalra. Ez egy nagyon fontos sajátosság, egy olyan változás, ami az elme működésben is bizonyos lenyomatokat hagy. Na, de ez akkor egy nagyon jó kérdés feléd is, meg Erzsébetnél is, hogy régen ugye ez evidens volt, hogy átszoktatták. Igen. Az embereket, hogy ez akkor akár így a agyunk tekintetében is mit okozhat, amikor hát arra vagyunk predesztinálva, hogyha balkezes, balkezes. A igen, te tapasztalatod? Csak, ha átszoktatják, akkor különböző egyszerű beszédhibától kezdve, a dadogás az például tipikusan ilyen, komolyabb agyikárosodás is érheti akár a gyereket. Nekünk voltak az egyesület hatókörében olyan gyerekek, hoztak hozzánk egy kisfiút, rendszeresen azt álmodta, hogy levágták a balkezét. Átszoktatási folyamat zajlott nála, apuka átszoktatott balkezés volt, közölte az anyukával, hogy igenis át kell szoktatni a gyereket, mert ez így jó. És akkor utána végül hozzánk került a kisfiú, és megpróbáltuk megmagyarázni nekik, mert egy mindenféle viselkedészavarokkal társult ez az egész, hogy ne tegyék, nem szabad. Ez a két nagyon fontos dolog, viselkedési zavarok, beszédben akár a dadogás, igen, hát azért dadogás, ezek meghatározók egy életre, főleg a dadogás. Nagyon sokféle probléma adódhat ebből. Úgyhogy a legjobb békén hagyni, és úgy, ahogyan ma hál' Istennek, hagyjuk, hogy a fejlődés, a genetikai program tegye meg a magáét. És akkor majd kialakul, mert addig, amíg még mindnyájan kialakulatlanak vagyunk 5-6 éves korig, míg nem lesz az az lassan-lassan létrejövő egyensúly az okos agyunk és a művész agyunk között. Hogy mondjam, a tudós agyunk és a művész agyunkról van szó. És ugye, amikor rajzolok, hát persze, hát, hogy zsigeri, vegetatív érzések lesznek bennem, az azért van, mert amikor megjelenik a kép a fejben, most azt képzeljük, itt a kép, ahogy elképzeled, már is hol érzed a képnek a hatását? Hát lenne a testedben, és ezért úgy kell elképzelni, mint egy marionettet mozgatnék, mikor képeket látok, vagy beviszek, vagy én csinálom, és a testem szolgaian követi a képeket, de szolgaian. Tehát belerezdül, és átéli azt, ami akár rajzzal is azért, ugye, és módosult tudatállapot. Tehát a méréseitek királyi értékűek. Miért? Mert azt mutatja meg, ahogy tényleg a jobb agyfélteke azt szereti, én velem foglalkozzál, figyelj él rám, és befele figyelek, kicsit relaxálok. Ha relaxálok, akkor csúcson működik a jobb agyféltek egyiknek, mindig uralkodó módon kell működni. És ha meggondoljuk, így szokva álmodunk, az álomképekbe átvisszük a feszültségeket, úgyis, hogy a testből a feszültségeket átvisszük képbe, és a éjszaka az álom mesél. De hogy? Szimbólumokkal. Bizony. Szimbólumokkal mesél. Ez az álomfejtés lényege, hogy képi áttétel történik. De nagyon érdekes dologról van szó. És
most pont erről a ti iskolátok is eszembe jut, hogy itt azért nem arról van szó, hogy egy kézügyességet fejleszünk, hanem sokkal tovább mutat, hiszen itt már a gondolkodásunkról, a gondolkodásmódunkról van szó, amiben ti tudjátok fejleszteni. Igen, egy látásmódot tanítunk alapvetően. Ugye ez a jobb agyféltekés rajzolást a valósághű rajzolásról szól, tehát az a célja, hogy valósághűen tudjunk megtanulni rajzolni. Tehát hogyha mondjuk azt mondom neked, hogy rajzolj egy madarat, akkor mit rajzolnál? Hú, ezt pont tőlem kérdezett, aki mindig azt mondom, hogy pálcika emberre vagyok képes összességében. De tudod, az Ovi-ba ez a két kis szárnyacska is kész, vagy felhő. Vagy csinálni kell kis fejet, egy kis puklit, oda egy ilyen kis koronaszerű szárnyat, nem? Kis csőr, körülbelül ennyit tudok így elképzelni. Na de, igen, a rajzolásban ezeket úgy hívják, hogy rajzsablonok, rajzminták, amiket óvis kisiskolás korban megtanulunk, és ezek nagyon fontosak abba a korban, amikor ezeket tanuljuk, hiszen ezen keresztül fejlődik a kézügyességünk. De amikor elérünk ilyen 10-12 éves korra, amikor már elkezd megjönni az a belső igény, hogy lerajzoljam azt, amit látok, tehát a valóságot szeretném rárajzolni, akkor ezek a rajzsablonok elkezdenek akadályozni bennünket abban, hogy a valóságot lássam. És ez a jobbagyféltekés rajzolás lényegében arról szól, hogy különböző trükköket tanítunk az embereknek arra, hogy a valóságot rajzolja, és ne azt, ami a fejében van, sablon, minta, amit már megszokott kisiskolás vagy óviskorába. De akkor ehhez egy kicsit mögé kell látni. Igen, mögé kell látni, így van, mögé kell látni. Van is ebben a jobbagyféltekés rajzolásban egy olyan fogalom, hogy negatív tér, és negatív tér alatt értünk minden olyan formát, ami a lerajzolandó dolog mögött között van. Hoztam egy ábrát, megmutatom. Igen, csak hogy értelmezzük, képzeljünk el. Tehát, hogy itt a fekete forma jelenti a pozitív formát, és a fehér formák jelentik a negatív tereket, amiről az előbb beszéltem, és azt tanítjuk meg, ez egy ilyen ráhangolódó feladat egyébként a tanfolyamon, hogy azt tanítjuk meg, hogy rajzolás közben nem a fekete pozitív formákra kell figyelni, hanem a negatív fehér formákra, és azért a negatív fehér formákra kell figyelni, mert a negatív terek, tehát a fehér formák, ezek mindig olyan amorf, semmilyen sem hasonlítható forma, mire nincs rajzsablon a fejedbe. Tehát, hogyha azt mondom, hogy rajzolj egy kezet, akkor lesz egy mintád. Ha azt mondom, hogy rajzolj egy szemet, akkor lesz egy mintád, de hogyha azt mondom, hogy rajzold le, ami mögötte van, tehát a negatív teret rajzold le, ugye arra nincs mintád. Kénytelen vagy megfigyelni azt a formát. Na, érdekes. És ugye ezért is mondjuk azt, hogy ezért is volt beigazolható az, amit lemértünk, hogy a béta agyhullámok erősödnek, erős koncentrációt mértünk, hiszen ez egy teljesen más nézőpontot ad, nem arra kell figyelni, amit rajzolás közben, amit le szeretnél rajzolni, nem mögé kell nézni. Azért, akkor jól mondta, hogy ez tovább mutat ez a dolog. Igen. Na hát ilyenkor sok mindent tanulhatunk önmagunkról is, de mondjuk egy balkezes gyermeknél, vagy mondjuk a saját tapasztalatod alapján máshogy kell tanítani egy ilyen gyereket, vagy máshogy kell a képességeit kibontakoztatni? Vagy ehhez megvannak az eszközök, mert hogy te is hoztál magaddal jó pár dolgot? Eleve probléma, amikor a gyerekek már így óvodába kerülnek, és az óvodába kerülésnél például szoktunk javasolni, hogy másik ollót, másik balkezes ollót használjanak, hoztam belőle másikat, meg amíg tekerünk tényleg később iskolába, a hegyező, én erre tekerek, a jobbkezes erre teker. És az a balkezes, aki mutasd megpróbál... Mutasd meg nekünk, igen. Ez a balkezes hegyező. Ez pedig a jobbkezes hegyező, és látszik a késen is. Tehát, hogy beteszem, erre kell, hogy tekerjem. Ha én most balkezes lévén balkézzel fogom a jobbkezes hegyezőt, akkor erre kellene tekernem. És az nagyon nem jó. Uh-huh. Az ollóknál, és itt ami szoktunk olyat játszani, azokkal a szülőkkel, akik nem látják be, hogy egy balkezes gyerekkel másképp kellene foglalkozni, a kezébe szoktunk adni egy balkezes ollót, hogy jobb kézzel próbálkozom vele, vagy egy olyan ceruzát, amit most ő fogja bal kézzel, és próbálkozom bal kézzel. Volt olyan apuka, aki hozzám vágta a ceruzát 5 perc írás után, mert úgy bekavart neki valami, hogy egyszerűen nem pitta tovább. Tehát nagyon rosszul esett neki. És akkor mondtam neki, gondolkozzon el rajta, hogy az az 5 éves gyerek, akit most mindenben megkérdőjeleznek, tehát az életét, a világát, mindent, akkor ő most mit fog átélni? És akkor elkezd adogni, viselkedészavara van. Egy alternatív iskolából jártak hozzánk így gyerekek, és kiderült, hogy ott is át akarták szoktatni. Egy kisfiúnak pszichológus mondta,
papíron, hogy nem szabad átszoktatni, hiperaktíván vált, egy kislány magába húzódó lett. Tehát ezek mind, mind ebből adódnak, hogy másik eszköz, másik De akkor most látok identitás. Ott egy dugóhúzót, és most akár a te saját konyhád is egy kicsit fordítva van bekötve? Nálunk egyértelműen fordított a konyha. Valamikor korábban ránk szóltak, hogy én állatokból kezes a konyha, és nem gondoltuk, csak észrevettük. Később a lányom, aki jobbkezes, egy kicsit megszenvedte ezt, mert bal oldala van a kábel, és akkor bedugjuk a konnektorba az elektromos eszközt, és ő próbált habverővel dolgozni, de neki másik oldalról kellett venni elő, úgyhogy alakítanunk kellett a konyhánkon a jobbkezes lányunk miatt igazából, tehát ez igenis, hogy fontos. Egyébként ez egy jó példa arra, hogy hogyan tudjuk fejleszteni, de ha azt mondjuk, hogy a gyerekben egy kicsit akár az érzelmi intelligencia kapcsolatában is fejleszteni kellene azt a jobb agyféltekést, akkor még mit tudunk tenni? Hát például ez egy csodálatos fejlesztő módszer. Miért? Mert a szokványos forma mögé látás, mögé nézés azt jelenti, hogy nyisd ki a fantáziádat. Abban a pillanatban, hogy nincs egy értelmű forma az, ami a háttérből kijön, neki kell megtölteni valamilyen jelentéssel, és ez csak úgy megy, hogy ő összehasonlítgatja a már látott formákat. A kreativitás a jobb agyfélteket különleges tulajdonsága. Hát mindent vagy megálmodik egy tudós, vagy úgy szép lassan relaxált állapotban a vele való foglalkozás során valahogy kiformálja. Tehát az az igazság, hogy a fantáziának, ami divergens módon gondolkodik, tehát nem szabályosan, úgyis mondjuk, hogy pszichológika, annak kell összekapcsolni különleges módon dolgokat, hogy kihozza belőlünk azt, ami mögötte van, ami a királyi érték, az új. Na de ha nem volna egy okos agyunk, bal agyfélteke, akkor nem volna berendezve szépen az, amit így megalkottunk, valami olyanba, ami a világ számára is elfogadható. Úgyhogy óriási a jelentősége, hogy itt kitaláljuk, feltaláljuk, létrehozzuk, megálmodjuk, itt meg formába öntjük, a világ felé kifejezzük, és akkor kész, megvan a nagy felfedezés. És azért klassz, hogy ezek úgymond beszélgetnek egymással, ha úgy veszem, ugye? Mert mégiscsak egyik leképezi a másikat, és ezért kell tudatosítani, hogyha valakinek az egyik erősebb, akkor kell fejleszteni a másikat, hogy az ember balanszba legyen, nem? Tökéletesen igaz, de a mi iskola rendszerünk sajnos nem ezt csinálja. Igen. Úgyhogy ugyanúgy kellene, hát ha Frany Tamás, ami agykutatónk, többször elmondta már, ő maga állást foglalt, hogy a jobb agyféltekei műveleteket ő nem így fogalmazta, hanem a művészeteknek a bevitele, látás, hallás, szaglás, tapintás, ízérzés. Összes érzékszervi csatornának megvan a művészeti megfelelője. Tessék akkor bevinni ezeknek a csatornáknak a művészeti megfelelőjét, vagyis a látással igenis, motoros, mozgásos folyamatok, ügyesség, kreativitás, a hallás, igenis a gyerekek hallgassanak zenét, legyenek ebben legalább tájékozottak, de hogy hadd szokja meg az agyféltekéjük azt, hogy ez inge, hogy is mondjam, használatban van. Igen. És akkor mindjárt sokkal jobban működik a két agyfélteke összhangban. És akkor ugye a mozgás, hát a mozgásművészet, a tánc, a baletta, ezek mind csodálatos dolgok. Hát most már nem is beszélek a kulináris élvezetekről, mert azért az ízérzés, ugye ezek nagyon fontos dolgok. Hát az evés az alapvető, és hogy az evéssel kapcsolatban is van művészet, azt mi tudjuk, mert ma dívik a főzéssel, evéssel kapcsolatos. Hát a szaglás csatorna fejlesztése pedig úgy, hogy illatoknak, a megkülönböztetési képessége. Most, ha mindezt úgy bevinnénk a gyerekeknek ugyanúgy a képzésébe, hogy lennének ilyen betagolt dolgok, amikkel foglalkozunk, akkor a két agyféltekét harmóniában tudnánk fejleszteni. Mindjárt érkezik a meglepetés vendégünk, aki még hozzátesz majd ehhez a történethez, ami segíthet nekünk, de előtte itt a játékkérdés. Melyik agyféltekénk felel az érzelmi intelligenciáért? Ezt írják meg nekünk, játékkukac.ridikulmagazin.hu az e-mail címünk. Lehet nyerni egy fél éves Ridikul magazin előfizetést, pénteken éjfélig ehhez el kell küldeniük a helyes választ. Aki pedig érkezik hozzánk, a meditáción keresztül került közelebb az elme megértéséhez. Mai férfi vendégünk Dobos Tamás meditáció oktató. Saját magán tapasztalta meg a meditáció áldásos hatásait. Úgy véli, ez egy olyan tevékenység, amit folyamatosan gyakorolni kell ahhoz, hogy hosszú távon valódi eredményeket érjünk el. A meditációban szép lassan kilépünk az időből, amiből élünk, amit megint csak mi alkotunk, mi teremtünk meg, a valóságban egyik sem létezik. Fogadják nagyon nagy szeretettel! Mielőtt beszélünk
a más a meditáció jótékony hatásáról a témához kapcsolódóan. Azért a személyes történet nagyon fontos szerintem számodra is, hogy ezt egyáltalán miért kezdi el az ember, és aztán majd persze elmondod, hogy milyen hatás volt. Mármint a meditáció. Meditáció. Hát ki miért kezdi el? Engem valójában mindig is nagyon foglalkoztatott a módosult tudatállapot. Ennek egy sokkal egyszerűbb változata köszönt be hozzám a középiskolás koromban, felfedeztem a futást, a hosszú távfutást. És ez akkor még ilyen nagyon ösztönös dolog volt a részemről, és fogalmam sem volt ennek a fiziológiai hatásáról. Később értettem meg, de hogy ez egy hihetetlen boldogság élmény és boldogság forrás volt. Aztán később kezembe került történetesen professzor asszonynak a könyve, az autogén tréning és a pszichoterápia kapcsolatáról, és teljesen autodidakta módon megtanultam az autogén tréninget, sőt, annak egy nagyon-nagyon mély változatát, tehát hogy nem maradtam ennek a felszínén, megtanultam egészen odáig menni, hogy kiléptem a testemből. És aztán később, és mindezt autodidakta módon, így van, és aztán később találkoztam a meditációval, a buddhista vipasszana meditációval, és én ennek nagyon elkötelezettje lettem. Addigra már nagyon tudatos voltam, és úgy megértettem ennek a fontosságát, a lényegét. Na, de hogyha arról beszélünk, hogy az agyunk, akkor például egy ilyen meditációval az agyunk hogyan változik? Mert szerintem ebbe is beleástad magad. Az agyunk nagyon sokat változik. Mi történik ott? Változik a meditáció hatására. Ugye az agyunk az meglehetősen folyamatosan alakul. És a meditáció hatására új neuron kapcsolatok jönnek létre, és kitágul a tudat, és hát ugye a meditáció közben, ha már az ember egy kicsit előre haladottabb, akkor boldogság hormonok árasztják el a testét, illetve hát az agyát, a szerotonin jön be, és ez alatt, tehát a meditáció alatt például megnövekszik a probléma megoldás képessége. Én kifejezetten szoktam használni, nagyon nehéz problémák nagyon foglalkoztatnak, nem tudom a meditációban sem elengedni, és egyszer csak megjön a megoldás. Nem azért, mert új információ jön be, hanem mert az egymástól távol lévő információk egyszer csak összeállnak. És tulajdonképpen ez az összeállás, ez az egyvállás, ez egy ilyen villámcsapásszerű felismerést ad. Ez az, amit a zenben úgy hívnak, hogy szatori. Ez egy ilyen kis megvilágosodás, tehát ez nem a nagy megvilágosodás, ez ilyen villámcsapásszerűen egyszer csak jön. És nem egyszer előfordult velem, természetesen nem úgy, hogy a napi egy-két órás meditációban, hanem ilyen komolyabb elvonulásokon, amikor nagy életproblémáimmal foglalkoztam, hogy megértettem, hogy ez most miért is jött, és miért kaptam, és mi ennek a szerepe. Szóval, hogy egészen más kontextusba tudja helyezni az ember. Andrea, hogy bólogattál, folytasd nyugodtan. Igen, nagyon erősen bólogattam, mert azt, amiről beszélsz, mi a rajzolás egyébként magunk között úgy hívjuk, hogy aktív meditáció. Rajzolás közben is bele lehet kerülni egy olyan flow tudatállapotba, amikor az ember nem elveszti az időérzékét, és nem hallod a külső zajokat, és nem tudod, hogy mennyi idő telt el, és rajzolás közben is van, meg lehet tapasztalni azt az élményt, hogy hopp, akkor ugrik be valami.
Tehát, hogy ez a más, amit, más, amiről beszélünk, de az élmény igen. az hasonló. Igen, igen. Én olyan igen. boldog vagyok most, hogy hallgatlak benneteket, miért? Mert én ugye az autogén tréninget, relaxációs módszereket rég nagyon fáradozom, hogy bevigyem a közoktatásba, a kicsi gyerekeinket is igen. a divergens gondolkodás képességére igen. rávezetés érdekében, igen. hogy okosabbak és boldogabbak és legyenek, rövidre zárva. De most, amit elmondtál, például a spontán autogén tréningből elmélyülés felé vezetett út benned, rögtön létrehozta, mert a futás közben is úgy van, hogy endomorfin, belső morfium és szerotonin szabadul föl, ezt is mondtad, és nagyon kiváló, hogy hogyan lehet elérni egy módosult tudatállapotot, mert igenis módosul a tudatállapot. Így kiesünk az időből, jobb agyfélteke aktív állapot. Ezek csodálatos dolgok, és mégis a mi kultúránk egy csúnyán szólva, egyoldalúan extravertált kultúra, csak mindig kín, mindig az ingerek, mindig. Akkor bevesszük a rengeteg ingert, de nem tudjuk földolgozni, mert arra meg már nincs idő hagyva. Azt kellene, hogy vonulj már be egy kicsit a saját belső világodba. Igen. Az is végtelenül mély, és ismerd meg azt is, és akkor fürözd meg abban, amit kaptál, és akkor mindjárt valahogy egyensúlyba vagy. Közben... Csak azt gondolom, hogy ha ezt egy kicsit fogalmazunk, hogy művészi énünket egy kicsit jobban előhoznánk, mert mindenkiben van valami ilyenfajta tehetség, akkor lehet, hogy ez a bizonyos stresszfaktor, ugye? Vagy akár a meditációt, akkor ezt lentebb tudnánk szorítani, ami az életünket jellemzi, meg azok az iskolai elvárások a gyerekeknél. Hát ma már Magyarországon egyrészt a mi egyesületünk, Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület kidolgozott egy olyan rendszert, amiben az autogén tréning alapján, mert az nemzetközileg elfogadott és agyon vizsgált, azt tudom mondani, temérdek kutatási eredmény van ezzel kapcsolatban, és ráépülő, hozzá kapcsolódó életkori sajátosságoknak megfelelően első osztálytól kezdve, sőt, már kidolgoztunk olyan gyakorlatanyagot is, amit már nagycsoportos óvodásoknál lehet, játék, és egészen a közoktatás teljes spektrumára, hát ez egyszerű volna, a pedagógia részévé lehet tenni. Megvan az kidolgozott módszer. Most Győr város tartott, hogy eltökélte a polgármester, hogy a pedagógusok, hogy tanulják meg szakszerűen az úgynevezett diákrelaxot, ami pont ez, hogy a különböző korcsoportoknak milyen sajátos, életkori sajátosságokhoz illeszkedő relaxációt tanuljanak. Úgyhogy Győr lesz az első ilyen város. Andrea, amikor azt mondtad, hogy mondjuk 10 éves kor fölött, vannak különböző élethelyzetek? Tehát a példát tudnál mondani, hogy mondjuk akkor persze. felnőtt emberek miért mennek el, és mit kapnak ezáltal? Mert ezzel bebizonyosodik, hogy ezt az érzelmi részt, ezt felnőtt korban sem késő elkezdeni egy kicsit nevelni, úgymond, pont vagy ez, előtérbe helyezni. Pont ez kapcsolódik, amit egyébként eddig mondtatok, hogy hozzánk nagyon sokan jönnek felnőttek is, és hogy milyen belső indítatásból fordulnak emberek rajzoláshoz, hogy nagyon sokan stresszlevezetésként, kikapcsolódásnak szánják, pont azért a flow állapotért, hogy akkor nem annyira belemerül a rajzolásba, a festésbe, hogy nem érdekli az éppen aktuális problémája. Nagyon sokan vannak úgy, hogy életközepi válság van az életükben, akár egy válás, akár egy betegség, és ugye ez is egy ilyen, hát én úgy szoktam mondani, hogy önmagukat gyógyítják a rajzolás által. A pszichoterápiás rendszerben számtalan van egy művészetterápiás ág, egy olyan módszertani főirány, amiben éppen a különböző érzékszervi csatornákhoz tartozó művészeti ágakat használjuk föl, a képzőművészetét, szoboralkotás, a festészet, a rajzolás, a mozgás, a valaminek a kifejezése. Csak egy példát mondok, hogyha például azt ki kellene fejeznem mozgással, hogy milyen az neked, hogy bánatos vagy. Te hogy fejezed ki? Mozgásba kifejezem, saját magamból hozom, a mélyből hozom ennek a kifejezését. Nem is akarom részletezni. A művészetterápia óriási jelentőségű, lényegében azt teszi, és hogy ezzel abszolút rokon, amiről te beszélsz. Igen. És én csak odaállok egyből mellé, hogy nagyon fontos, és ez kellene.
Csak azon gondolkodom, akár a balkezeseknél is, hogy ugye leginkább a kisfiamnál is azt néztük, hogy melyikkel ír majd, hogy a ceruzát mivel veszi kézbe. És akkor közben meg manapság arról beszélünk, hogy a kézírás mennyire háttérbe szorult. Nem is ez a fő vonal, hogy pedig szerintem ez ugyanolyan fontos lenne, hogy ez megmaradjon. Akkor veszik észre a gyerekről, hogy balkezes egyáltalán, mikor iskolába kerül. És sokszor azt is mondják, hogy elég, hogyha az iskolába kerüléskor derül ki, hogy milyen kezes, mert a kézújcsontosodás is akkor zárul, fejeződik be. Igen, nem csak amikor azt látjuk, hogy középső csoportosan már érdemes lenne megállapodni, mert amikor már iskolába kerül, és akkor kezdenek el agyalni rajta, hogy ja Istenem, most milyen kezes, és az óvónéni tanítónéni nem biztos, hogy képbe van, mi meg ezt dolgoztuk ki, vagy próbáljuk kidolgozni, és próbáltunk mi is házalni tanítóképzőknél, óvóképzőknél, hogy a balkezeseket másképp kell érni tanítani. Másképp fogjuk a ceruzát, a papírszasak papíron tolják a ceruzát, nem húzzák, elkenődik a ceruza, tehát rengeteg probléma adódik belőle, tehát erre is kell egy módszertan, és vannak is rá jó taktikák, meg egyáltalán, hogy egy balkezes gyereket, egy jobbkezes szülő, hogy tanítson meg. Na mire figyeljek leginkább? Mert ugye hát nem csak a férjem lesz mellett, aki balkezes, hanem én jobbkezesen kell ott ülnöm az íróasztalnál. Nagyon jó taktika nekem a lányomnál vált be igazából, mert hogy ő a családban az igazi jobbkezes, hogy szembe vagyok vele, én vagyok a tükör. És soha nem a háta mögött fogtam meg a ceruzát a kezével, mert az nagyon-nagyon csúnya. Láttunk tanítónéniket, óvónéniket, hogy ez nem működik. Én szembe vagyok vele, én írok, ő ír, ő rajzol. Mi nagyon sokat rajzolunk, és mi nagyon rajzolós talent vagyunk. Meg zenész, meg minden. Tehát meg főzünk is, és ugyanúgy a gyúródeszka is. Neki volt a kis gyúródeszka, a kis szaggatók, meg minden, és szembe csináltuk egymással. És ez működik, és az óvodásaimnál is, ahogy gyakorlaton voltam, ugyanúgy működött. Remek. Egyetlen személyes élményt mondhatok, mint balkezes, és nehezen gyógyultam ki, illetve ilyen kétkezes lettem így valamely sikertelenség okán. Az a lényeg, hogy én majdnem krízisbe kerültem, amikor iskolába írni kellett, hogy ezt még kívül, mikor beszélgettünk, el is mondtam a társaimnak, hogy ugye borzasztó zavar állt elő, hogy például gondoljátok, az ötös és a hármas számírása, merre van a kalapja? Erre van az ötös, ez most az ötös, vagy hármas, vagy mi? Olyan zavar lett a fejemben, miközben már 5 évesen olvasni meg tudtam. Tehát nagyon érdekes, ugye, hogy ez egész más az olvasással összefüggő rendszer az agyban, és hogy mennyire fontos az írásnál, amiről most sajnos ebben a modern, új szemléletű nevelési irányzatban le akarnak mondani, mint ezt említetted. Igen. Hogy ne is írjunk egyáltalán, kompjúterbe rakjuk be a betűket, és közben egy fantasztikus képesség lesz, nem tudom milyen, elsorvadás, ugye inaktivitás, atrófia sorsára utalva. A kínai gyerekek azért olyan okosak, mert ezzel a kaligráfiával, amiket ők megtanulnak, az agyuknak egészen más területeit használják, mint mi a latin betűinkkel. Mert egyszerre kép is. Így van. Jobb a féltekes, egyszerre jelentés is. Így van. Meg is van a... Szerencsére nekik... Szerencsére nekik nem olyan egyszerű a számítógépbe betenni ezeket azokat a jeleket. Úgyhogy ők valószínűleg még nagyon sokáig maradnak a kézi kaligráfiáknál. Szerencsére nálunk is még azért tanítanak rendesen. Volt egy olyan problémánk, hogy egy időben nagyon divatos volt az a dőlt betűs írás, nagyon szépen, kaligrafikusan ilyen dőlt betűsen írtak a gyerekek. Azok tanítónik, akik ezt tanulták, hogy ők hogy tanítsanak ilyet, és belefutottunk balkezeseinkkel, hogy a balkezes így írna szívesen, és ez így nem megy neki. Bizony. És megpróbáltuk elmagyarázni, egy nagyobb kampány során jártuk az országot az egyik tanítónéninek, vagy egy igazgatónének is, hogy ne vezessék be egy modern, vagy a balkezeseket ne tegyék be azokba a csoportokba. De ez nagyon szép, de nem fog működni. Amarról nem fog működni. Viszont ha a C-kötésest kicsit kéne átalakítani egy picit, hogy emberközpontúbb legyen, tehát a rendes mostani írásunk, akkor szerintem sokkal jobban menne. Viszont a balkezes, átszatadott balkezesek között nagyon sokat találunk úgymond diszeset. Diszgráfiás, diszkalkuliás, diszexiás. Nagyon sok gyerek nem az.
Hát ez a zavarodottság, ami például, igen, amit én említettem, hogy az én fejembe is volt. Hát szerencsére se dadogó nem lettem, szóval, hogy kigyógyultam. De éppenséggel lehet, igen, ebből tartós, maradandó diszgráfia, hát talán ezért is fedezték fel, ugye, hogy ma már azért ez nem ennyire kényszerszerű, mint régen. De sokszor meg kéne nézni, hogy a nagy fejlesztő pedagógus barátném, aki éppen akkor végezte a fejlesztő pedagógus szakot, mikor én az óvószakot. És én ebben foglalkoztam, ebből írtam szakdolgozatot, és megkértem, hogy figyeljen. És náluk a fejlesztő osztályban 40% volt a balkezesek aránya, nem pedig 10, meg ilyesmi, mert nem veszik úgy észre őket, bekerülnek ezekbe a diszes sablomba, kockába, és lehet, hogy nem is az a baj, lehet, hogy csak ereszdominanciás, lehet, hogy egyszerűen tényleg csak az átszoktatós problémája van, és ezt is jobban oda kellene figyelni rá, és akkor lehet, hogy nem lenne annyi részképességzavaros, vagy viselkedészavaros. Na hát ez megint arról szól, hogy mögé kell látni a dolgoknak. De mondjuk, Andrea, nálatok tanulnak egyfajta látásmódot ezzel az emberek, ami aztán nagyon sok mindenre, igen, jó az élet során, amit lehet alkalmazni. Ez készségszinten megmarad? Meg, hogy ezeket el, persze, lehet felejteni? Tehát az a kérdés, hogy hogy épül ez belénk. Mi azt szoktuk mondani, vagy ez olyan, mint a biciklizés, igen, hogy egyszerűen nem felejtjük, igen, el, mert pont, egyszer fölültünk, akkor ez menni fog. Ezt a hasonlatot akartam mondani, hogy ez olyan, mint a biciklizés, hogyha egyszer ráérzel erre, hogy lásd ezeket a negatív formákat, és nézd a dolgok mögé, akkor azt szokták mondani az emberek, hogyha járnak az utcán, akkor ők nem a falevelet nézik, hanem a falevelek között a kis réseket, a kis lyukakat, vagy azt szokták mondani, hogy olyan épületekre csodálkoznak rá, hogy ez milyen szép, vagy akkor vettem észre valami olyat, amit előtte még nem, pedig 20 éve ugyanazon az úton járok. Tehát egy kicsit így kiszélesedik tőle a látásmód. Neked hogyan változott meg az életed ezzel a meditálással? Miben? A meditálással azt gondolom, hogy azok a krízisek, amik elkerülhetetlenek az emberi élettel együtt járó krízisek, azokat jobban tudtam venni. Nem azt mondom, hogy ilyen könnyen, de jobban tudtam venni, jobban túl tudtam élni őket. Olyan, nem is olyan régen, olyan krízisen mentem keresztül, ami egyáltalán nem volt semmiféle bizonyosságom, hogy ezt konkrétan fizikailag túl fogom élni. És aztán úgy, tehát olyan belső energiákhoz lehet hozzáférni, az én erőhöz, ennek a segítségével, ami mégis úgy átsegített ezeken a kríziseken. Ugye a meditációval az a baj, hogy nagyon nagy elkötelezettséget igényel. Ez bennem megvan, de ezt nem, szóval kevesektől lehet elvárni, vagy hát én azt látom, hogy ugyan én tartok meditációkat és tanfolyamokat, és próbálom az embereket ebbe az irányba terelgetni, és nagyon kevesen ismerik föl ennek a jelentőségét. Az életmódunk sem nagyon támogatja ezt a fajta életet. Annak nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok, amiről beszélsz, egyetlen gondom van, hogy a hétköznapi életbe olyanokat lehet bevinni ebbe a felgyorsult, pörgő, rohanó világban, amit be tudunk a hétköznapjainkba építeni. Az agy nagyon tanulékony, mondtad is, hogy fejlődőképes, igazolt, hogy most is és szüntelenül fejlődnek új agysejtek. Azt hitték régen, hogy kapunk egy készletet, aztán annyi van, kiderült, nem, mert új agysejtek keletkeznek, tehát tanulás képesek vagyunk, a tanulás abban áll, hogy ismételek, gyakorolok, kutatások azt igazolják, ahogyan gyakorolok, úgy a tudatos szintről lemegy az automatizmusok szintjére a tudás, onnan kezdve úgy tudok relaxálni, ahogy más biciklizik, úszik, sose felejti el. Na most ezt kell nekünk elérni napi 3 perces tréningekkel, de ugyanabban az időben, ugye az agy számára fontos az idő, mikor vésünk be, szorgosan, tehát csak annyi kell, hogy gyakorlás. Ha most adok ennyi időt, és ezt a gyerekkel megtanítom, akkor elérem azt, hogy egy bizonyos gyakorlásszám után automatizmus, onnan kezdve ez működik az ő belső világában. Elég, igen, naponta egy-egy odagondolással ráerősíteni. Akkor ilyen értelemben én hiszek abban is, ugye nagyon sokszor mondjuk az időseknél is, hogy használni kell,
Hogy nálatok is például vannak idősek, akik ezt igénybe veszik? Mert akkor talán arról is lehetne beszélni, hogy a demencia ellenszere is tud ez egy kicsit lenni, bármilyen tréningre, ha gondolunk. De hallgatlak először, Andrea, tehát, hogy vannak idősek? Igen, mielőtt eljöttem, akkor megnéztem, hogy hány éves volt a legidősebb diákunk, és 92 éves volt egy hölgy, aki sose késő elkezdeni. És nagyon szépet rajzolt, és nagyon szépen ráncosan úgy rajzolta meg magát, ahogy ő látta magát, és le a kalappal. És azt lehet tudni, hogy az ő motivációja mi volt, hogy elment, és ezt igénybe vette? A 69 éves ógornője hozta magával. És egyébként nagyon, nagyon érdekes volt, utána írtak nekünk egy levelet, és fel voltak háborodva a fiatalokon, hogy ezek a fiatalok nem fogadnak szót. Ha nekem egyszer azt mondták, hogy ezt így kell csinálni, akkor így kell csinálni, nem jajongok, hogy most mit, meg hogyan. Tehát neki teljesen evidens volt, hogy amiket mondtunk, azokat ők így nagyon próbálták megcsinálni, és nagyon teljesen sikerrel, és nem hisztisztek, hogy nekem ez nem megy, hanem megcsinálták, és jó lett a vége. Kár abban gondolkodni, hogy szinte ilyen terápiás csatorna megnyitására van szükség ahhoz, hogy ilyen segédeszközökre, hogy ez valahogy a kultúránk része legyen. Ezért volna természetesebb, hogy ez kerüljön be a közoktatásba. Igen. És hogy pici kortól, és természetesen ez a pedagógusainkat kellene saját haszonnal egyébként, mert ha ő tud relaxálni, ha ő tud imaginálni, tud belső képekkel dolgozni, szimbólumokkal dolgozni, akkor ezt már olyan kongruensen, hitelesen tudja tanítani a gyerekeknek. Én ezt az utat látom, egészséges világot teremteni, erősíteni ezeket a képességeinket. Igen. Maximálisan egyetértek, csak nekem az a tapasztalatom, akár a meditációs csoportoknál is, hogy mindenki várja a sült galambot. Ne kelljen erőfeszítést tenni, mert az olyan nem. Tehát ahhoz vagyunk szokva, hogy bedobjuk a pénzt, és kijön a szendvics. És ami ennél bonyolultabb, az már úgy... Uh-huh. Hát a balkezeseknek is kell erőfeszítést tenni a jobbkezes világban, ugye? Mert mégiscsak a jobbkezesek vannak többen. Vagy már azért haladunk abban, hogy egy kicsit ez... Általában régen azt mondták, hogy olyan 8% a balkezesek aránya. Mi nekünk volt egy pár éve egy felvérésünk. Óvodás kis csoportosoktól kezdve másodikos gyerekeket így vizsgáltunk meg. Tehát nekünk kíváncsiak voltunk, hogy pont az az időszak, amikor még nem tudjuk, hogy balkezes lesz, de reméljük, vagy pedig már amikor kialakult másodikos az az időszak. 3000 gyereket vizsgáltunk meg, szerte az országban, több mint 40 iskolában, intézményben voltunk, óvodában, iskolában, szerte az országban tényleg, és a 16,5%-ot a biztos balkezesek aránya. Tehát ebből azt csináltuk, hogy letettük a gyerekeknek, megbeszéltük, hogy tegyetek le a kezeteket az asztalra, rajzoljátok körbe, és ebből csináltok valamit, tehát valami ábrát, valami szépet, valamit, bármit. És akkor voltak azért minták hozzá, hogy körülbelül nagyjából mi mindent lehet, tehát a fák, azok a bokrok, de valaki sünit készített belőle, olyan is volt, hogy valaki, és ez is érdekes volt, megcsinálta a kezét, és ez volt az égés, és körbe rajzolt egy házat. Ez óvodás volt. Viszont volt egy nagyon rossz emlékünk, ami olyan tényleg rossz volt. Egy kisfiú gyönyörűen lerajzolta a jobb kezét, tehát bal kézzel körbe. Egy első kerületi vállalati óvodáról volt szó. Közölte a tanítónéni, hogy ez egy kisfiú, vagy óvodás, még nagycsoportos lehetett, hogy ő biztosan jobbkezes. Mondom, hát balkezes, rajta volt minden, tehát gyönyörűen és finom motorikai mozgások tudta ceruzát fogni, és faleveleket rajzolt hozzá, igaz, hogy víz volt alulról, tehát a fa vízben állt, tehát is furcsa volt, de mindenki volt dolgozva rajta. Közölték, hogy az orvos szülő mondta, hogy jobbkezes a gyerek, és át kell szoktatni jobb kézre. Tehát volt ilyen probléma. És ez is most még a közelmúltban, tehát még vannak dolog. Most is vannak esetek, tehát már ugyanúgy megtörténnek, most is ezek, tehát jönnek hozzánk. Tehát most ezeknek a gyerekeknek, akiket így befolyásolnak, azoknak igenis, hogy van, kell egy nagy kreativitás, hogy kijátsszák a felnőtteket, hogy ők maradhassanak balkezesek. Én a balkezesség kérdésében nem is látok olyan nagy problémát, mert hogyha egy olyan szemlélet egyetértéssel elfogadásra kerülne, hogy mi rajzoltatunk is, akkor az, amit te mondasz, játszik könnyedséggel,
mélységgel kiderülne konkrétan, és akkor nem volna vita, és nem volna egy szülői döntés, vagy akár egy pedagógusi döntés kérdés, hogy az a gyerek jobb vagy balkezes, mert megmutatná. Tehát ezért volna a művészeti nevelésnek jelentősége, az akármilyen formája ennek, csak legyen benne, hogy együtt nőjön a két agyfélteke olyan képességgel, hogy ez képes legyen álmodni és mindenfélét kigondolni, a másik meg összerendezni és kimondani, hát amiről beszéltél, hogy a felfedezések, az új látásmód, az új világlátás, ez mind ennek a harmóniának köszönhető. De a mi kultúránk nagyon rossz, azért, mert mi egy konzumkultúrában élünk, instant kultúra, előre rágott, előre főzött, előre csomagolt, előre, szóval minden készíteleket fogyasztunk, mindent készen fogyasztunk, és ezért nincs az akarati erőfeszítés, hogy én nekem ezt meg kell termelni, létre kell hozni, fáradozni kell érte, mindent szeretnénk azonnali vágyteljesítő móvósággal megkapni, rögtön azonnal. De nincs idő semmire, szóval ez a fölpörgött és ilyen nagyon emberélet ellenes kultúra aztán elő is idézi azt, hogy nagyon sok a stresszbetegség sajnos. Hát most megint ugyanoda jutottunk ebben a körben, hogy mekkora jelentősége volna, ha mi ezeket igazán komolyan vennénk, és végre ugye ennek lenne egy felső szintű döntése is. Igen. És ahogy hallották, hogy rengeteg módszer létezik arra, hogy még többet kihozzunk magunkból. Köszönöm, hogy ma is néztek bennünket, tudják, napi témáinkhoz kapcsolódóan pedig érdekes cikkeket találnak a ridikül.hu oldalon, a mediaclick.hu oldalon pedig visszanézhetnek bennünket. Viszontlátásra!